A Pallas Athéné Vésztővárosvédő Egyesület tagjai és a meghívottak 2013. augusztus 7-én délután Dobaj pusztán gyűltek össze a felújítás alatt álló szecessziós stílusú kúriában, mert 1905 és 1910 között épített Vécsei Pál. Kihelyezett közgyűlésüket tartották Babják László kastély tulajdonos úr meghívásának köszönhetően, és egyben megünnepelték az Egyesület 7. születésnapját. 7 évvel ezelőtt úgy indult az hagyományőrzés, az értékvédelem, hogy Sipos András néhai titkárunk összeszervezett olyan tagokat, akik a népdaléneklésre foglalkoztak, főképpen a hagyományőrzésnek az kulturális vonalát tartották fontosnak. A Csülög Edina úgy volt, hogy elvállalja az Egyesület elnöki szerepét, de ő kapott egy szerződést Hollandiába, később ki is költözött, és akkor találtak engem meg, mint építészt, és kérték, hogy vállaljam el az elnöki funkciót. Hát én ezt nagyon szívesen elvállaltam, és akkor kezdtük el az épített örökség védelmével, de továbbra is maradt az egyéb hagyományőrzés, a népdaléneklés, mint ahogy a mai napon is láthattuk. Az Egyesület nagyon tartalmas évek mögött van túl, számos esemény és emlék kötődik a nevéhez. Én el tudom mondani, hogy minden egyes pillanata nagyon szép, nagyon jó volt, értékes volt. A legfontosabb a kisvasúti emlékhely, az nyilvánvaló, hiszen bárki, aki erre utazik, akár magyar vagy külhomból érkezett ide hozzánk érdeklődő, látja, hogy a Pallas Athéné Vésztővárosvédő Egyesület hozta létre azokkal a segítő emberekkel, akik hát, tényleg úgy gondolták, hogy Vésztőnek ezt a nagyon fontos értékét megőrzi, és közre adja. Ezen kívül nagyon sok emléktáblát avattunk. A Vitéz Takács Mihály emléktáblája a vasútállomásnál, Dr. Marton Lajos kandidátusnak a táblája a templom téren. Az augusztusi program helyszíne Dobaj pusztára esett, ahol a Vécsei kastély található. A szecessziós stílusú kóriát és a hozzátartozó majorságot, cselédlakásokat és gazdasági épületeket az 1900-as évek elején építette Vécsei Pál. Az egykori 1763 holdas uradalomból mára 1,7 hektár maradt, melyben még felfedezhető az egykori park növényvilága, néhány fa és jócskán megnőtt örökzöld bogor. A kétszintes villaszerű épületet a fennállása során többször átépítették, mára jelentősen elveszítette egykori stílusjegyeit. 2010-ben a kastély tető szerkezete jelentősen megrongálódott. A javítás magas költsége miatt a tulajdonos önkormányzat a kastély értékesítése mellett döntött. Egy budapesti cég vásárolta meg, akinek nagy tervei vannak a kastéllyal, így már elkezdték a felújítási munkálatokat is. Egy cégnek vagyok a tulajdonosa, befektetésekkel foglalkozunk, többféle dologgal foglalkozunk, Budapesten is van több üzletünk, meg egyéb dolgokat, szállítmányozással, kamionokkal foglalkozunk, és így jött ez az üzleti lehetőség, hogy megvettük ezt a régi épületet, próbáljuk felújítani, és ebből próbálunk csinálni egy wellness szállót, egy wellness kastély jellegű építményt. Egy picit bővítünk a mostani jellegű épületen, próbáljuk az eredeti állapotát és az eredeti jellegét megtartani, teljesen modernre próbáljuk ezt az épületet varázsolni. A tervek szerint 15 szoba lesz a kastélyon belül, ezen kívül még próbálunk egyéb szálláshelyeket is kialakítani. Tehát a meglévő fázakon kívül még több fázat is telepítünk, lesz egy fürdőház rész, egy wellness szálló rész és a wellness résszel, és annak a tetején is kialakítunk szálláshelyeket. És milyen egyéb szolgáltatásokkal próbálják majd ide csábítani Dobaj pusztára a vendégeket? Próbáljunk egy elég komoly wellness szállót megcsinálni, ami egy komplett komplexum, étteremmel, fürdőházzal, egyéb ilyen modern dolgok. Akár lovarda? Lovarda, igen, egyéb ilyen szolgáltatások. Kocsikázás, sétakocsikázás, lovas sétakocsikázás, egyebek. Egy hatalmas beruházás, pályázat, önerő? Hát az eddigi felújítások, amik megtörténtek, az eddig mind önerőből történt, pályáztunk már. Egy pályázatra, az a pályázat nem sikerült, most próbálunk új pályázaton indulni. És ha minden a legjobban alakul, akkor mikorra lehet gondolkozni a megnyitásban? Hát szeretnénk, terveink szerint kettő éven belül ezt megnyitni, ezt a komplexumot, és működtetni.
A kihelyezett közgyűlésen színvonalas kulturális előadással szolgált Tóth Gyula csökmői Citera művész és a jelenlévő Bartók Béla népdalkör, illetve a Pallas Athéné Városvédő Egyesületi tagok énekkara. Ez egyben hívogató is volt a harmadik Sípos András emlékdíj dalversenyre. A Sipos András emlékdíj dalverseny egy nagyon-nagyon fontos tényező és munka is egyben itt az életünkben, mert ezzel a kulturális lehetőséggel nagyon sok fiatalnak adunk lehetőséget a bemutatkozásra és bizonyos versenyeken való részvételre. Tehát mondhatni azt, hogy az országos versenyekre felkészítjük ezzel a mi kisebb versenyünkkel. Az ország számos pontjáról szoktak érkezni ide versenyzők a Sípos András emlékdalversenyre, ugye a Katonadalfesztiválra is. Már gondolom lehet jelentkezni, merről vannak már jelentkezők, merről vannak támogatók már az országból, mennyire sikerült kinőnie magát ez a rendezvény az elmúlt évek alatt? Való igaz, tehát Kelet-Magyarországról mindenképpen azt tudom mondani, hogy szinte kivétel nélkül minden részről jönnek jelenkezők. Dunaújváros volt eddig az a rész, ahonnan szívesen jöttek hozzánk. Hát bízok hozzá, hogy most már a Sárközből is fognak érkezni, és a határon túli területekről, Erdélyből, illetve Kassa környékéről fognak érkezni. Hát a támogatóink is pontosan ezekről a környékekről vannak. Hát tényleg bízok hozzá, hogy a most következő versenyen is, tehát a harmadik Sipos András emlékdíj dalverseny is jönnek a résztvevők a előbb felsorolt helyekről. Hol lehet érdeklődni, hol lehet jelentkezni? Érdeklődni az interneten legcélszerűbb, és én nagyon köszönöm a munkáját a televíziós stábnak, ugyanis most lehetőséget kaptunk rá, hogy a Citara művész előadása során kitehettünk egy plakátot, ami már beharangozója a 2013 évi október első hetében létrejövő dalversenynek, hogy ismét lehet jelentkezni. Az igazság, hogy már ismernek bennünket, és a Bartók Béla Népdalkör Egyesületet is ismerik, azok a potenciális jelentkezők, tudják a kiállítandó irataink, hogy hol vannak, akár az interneten, vagy szólnak telefonon, hogy most már küldjük, mert szeretnének jelentkezni a versenyre. A közgyűlés első részében Dorogi János ügyvezető előadásában meghallgattatták a Vésztői temető sírkert napi munkáival kapcsolatos előadását. A jelenlévők többek között a köztemetésről, a sírkert új parcelláinak kialakításáról, díszítő térelemek elhelyezéséről is hallhattak tájékoztatót. Nem mai kellett az egyesülettel való kapcsolatom, a temetővel kapcsolatban, a Vésztői köztemetővel, vagy annak az üzemeltetői vagyunk. Ebben a kapcsolatban kerültünk egymással, építő jellegű ötletekkel jöttek ki a temetőbe, közösen jártuk be már több esetben a temetőt, próbálunk közös munkával a temetőnek a szebbé tételével együtt dolgozni ők velük. Meglepődtem én is ezen a kapcsolat felvételen annak idején, de nagyon jó leső érzéssel vettük tudomásul, hogy azért érdeklődnek a munkánk után, és segíteni akarnak nekünk ebben a munkában. Milyen kell elképzelni ezt a közös munkát? Említett, hogy akár közös munkáról is lehet szó. Vannak ott olyan elhanyagolt
lényegében már lejárt, meghaltak a szeretjeik ezeknek a síroknak, azok még érdemes így azért az utókor számára is megmenteni. Ebben kapcsolatban is vannak elképzeléseink, és ezeket meg fogjuk lényegében valósítani. Ezeknek a megmentése, rendbetétele, karbantartása, ez lényegében előbb-utóbb valamennyiünknek kötelessége, és ezt a feladatunknak is fogjuk tekinteni. Mai napon mi volt a látogatásának a célja, hogy részt vett ezen a programon? Hát valahol én úgy érzem, hogy ez megtiszteltetés volt a számomra. Én első alkalommal vagyok itt most jelen pillanatban, először is lettem meghívva. Nyilvánvaló, hogy ebből következik, hogy nem egészen egy éves még a kapcsolatunk. Az előző ilyen ünnepélyes összejövetelen nem tudtam még részt venni. Nekem mondjam őszintén, hogy jól is érzem magamat. Valahol úgy érzem, hogy egy olyan emberi társaságban vagyunk, ahol valamennyien tenni akarnak Vésztő városáért. Sánta István elnök úr a Mágori Lovas Klub 2013. augusztus 18-ai versenyéről nyújtott ismertetőt. Minden évben sikerült a színvonalat mindig bővíteni, minél nagyobb színvonalba, és már most a harmadjára C-kategória versenynek a helyszínét is biztosítsa ez a rendezvény. Általában hány lovas szokott megfordulni ezen a versenyen? Körülbelül 30 fogat szokott itt részt venni, ezen körülbelül 3-4 ezer ember jelenik meg ezen a versenyen. A versenyen kívül még milyen programokkal szokták várni kilátogatókat? A versenyen kívül most lesz egy pesti díjlovas, dámalovas bemutató, akkor lesz Vésztőről egy volt is csoport, vagy ilyen bemutató, és akkor utána egy meglepetésszerű, egy Magyarországon most lép fel legelőször egy friz, csődör, bogárfekete pusztaötös, ami bízom, hogy meglepetés lesz Vésztőn. És ez egy teljesen ingyenes programról beszélünk. Magyarul teljesen díjmentes a belépés, nincs parkolás, csak mindenki, amit eszik, iszik, azért fizet. Úgyhogy minden díjmentes. Egy ilyen verseny, egy ilyen program megszervezése azért a mai világban nem kevés pénzbe szokott kerülni. Ki az, vannak-e, akik segítik, vagy támogatják az egyesületet, hogy ez a program létrejön, vagy teljesen önerőből szervezik? A Lovas Klub, meg én magam magyarul teljes erőből. Egy-két támogatónk van, magyarul a Vésztői önkormányzat, és Vésztőn van egy pár személy, aki magáévnak érzi ezt a fejlődést, vagy lássa, és azért van egy-két segítőnk. Idén is indulnak a versenyzőik. Említett, hogy egy korábbi beszélgetésünk alkalmában kiderült, hogy a klubnak 3 versenyzője van. Itt most említette, hogy ön személy szerint ezen a versenyen nem vesz részt, viszont a másik két versenyző azt gondolom részt vesz. Igen, a Bíró Norbert, a klubtag, és a Sánta Margit Borgála is részt vesz, mint C-kategória forduló harmadik fordulóján ők mindegyik részt vesznek. És milyen eredményeket szoktak elérni ezen a versenyen, illetve milyen eredményre számítanak, milyen eredményt várnak tőlük, vagy vár személy szerint tőlük az idei versenyen? Hát a Borbától várjuk, mivel most az első helyen van, bízunk benne, hogy megtartsa az első helyét. A Bíró Norbert szerintem most én nem tudom, vagyok tájékozott, hogy a második vagy az első helyért küzd, de szerintem bízom benne, hogy megtartsa a szokott helyét. Előadásában kihirdette, hogy el lett fogadva a Vésztői Városvédők díj alapítása. Az idei évtől kezdődően így minden évben egy nyertes versenyző a Pallas Athéné Vésztő Városvédő Egyesület kupáját fogja átvenni. A Mágori Lovas Klubnak az elnöke, Sánta István lehetővé tette számunkra, hogy egy díjat alapítsunk. Augusztus 18-án lesz a 10. lovasversenyük, amin tényleg annyira örültünk, hogy megkaptuk ezt a lehetőséget. Mi egy kupát fogunk átadni majd annak a személynek, akit az illetékes zsűri majd hát megmond, hogy ki az. És hát ez is a hagyományőrzésnek egy vonala, ugyanis hát Magyarország a lovas nemzet, és ez kimeríthetetlen a tára a hagyományőrzésnek, a lovas dolgokkal kapcsolatos teendő, tevékenység, öltözet, eszközök. Tehát végtelenül örülünk ennek a lehetőségnek, hogy mi a Pallas Athéné Vésztővárosvédő Egyesület részt vehetünk itt, és díjat alapíthatunk.
Ünnepélyesen át lett adva továbbá Babiák László úr számára a tiszteletbeli tagnak szóló emléklap, és egy turkevei népművész által készített szőttessel bevont Pallas Athéné Vésztő Városvédő Egyesületes díszpalack, melyben Pap Endre főzdéjében készült 7 éves szilva pálinka található. Később a 3. Sípos András emlékdíj dalverseny aktuális teendői lettek ismertetve, köszönettel elfogadva Dorogi János által alapított 20 000 forintos különdíj és Tóth Gyula által felajánlott citara, melynek átadását a zsűri határozza majd meg. Mostan egy anyagi jellegű felajánlást tettem, amivel megpróbálom őket, ha jól tudom, valami dalversenyre készülnek, egy kórusversenyre, és ebbe egy külön díjat felajánlottunk a részünkről, és ennek az anyagi oldalát minkáljuk. Bográcsos vendégfogadás mellett megbeszélték a kastély felújítás jelenlegi helyzetét, valamint, hogy hogyan tudják ezt bekapcsolni a 2015. évi Hungária Nostra országos találkozó programjába. Ez a kastély nagyon szép. Tehát, mint ahogy előttem is elmondták, 1905-ben kezdték az építését, 1910-ben fejezték be, nagyon-nagyon sok minden funkciót betöltött, sajnos romboltak is rajta. Most talán elérkezünk oda, hogy 2 év múlva, amikor a Város és Falu Védők Országos Szövetségének lesz a találkozója, tehát a Hungária Nostra rövidítve, Hungária Nostra találkozója, itt is kapunk szállás lehetőséget, illetve bemutatják ezt a nagyon gyönyörű szecessziós kastélyt a régi eredeti pompájában, az új funkcióval megtöltve. Záró eseményként a Pallas Athéné Vésztővárosvédő Egyesület 7 éves születésnapi tortáját fogyasztották el.